Hány ilyen találkozó volt, amin ott volt Csadül György is, és ön is, és Völner Pál is? Max 1-2. Küldött olyan SMS-eket Völner Pálnak, amelyek terhelőek lehetnek önre nézve? Nézze, ugye 21. századi kommunikációban ugye az ember a munkatársaival telefonon, SMS-ben is mindenhogy tartja a kapcsolatot. Én mindig szakmai kérdésekben szoktam kommunikálni. Völner Pál azt sérelmezte a bíróságon, hogy őt még már akkor lehallgatták, amikor neki még mentelmi joga volt. Ön tudott-e arról miniszterként, hogy titkos megfigyelés alá vonták az államtitkárát? Van egy büntetőeljárás, ugye ez a független magyar igazságszolgáltatásra tartozik, tehát minden ilyen nyilatkozat, meg minden bizonyíték, az a bíró dolga, hogy értékelje, tehát én nem szeretnék kommentálni semmiféle büntetőügyet. Köszönöm, hogy ebben tudott-e arról, hogy lehallgatják az államtitkárát? Honnan tudnék én ilyen dolgokról? Igen, a Telex annyira érdeklődik el a büntetőeljárásról, akkor javaslom, hogy a nyugi egyetemet végezzenek el, nagyon szép szakma, gyönyörű hivatás.